Nagy szüksége volt a 3 pontra a Szegednek a Dabas ellen, hiszen a bajnoki címért hajtó együttesek közül a Soroksár 1-0-ra nyert a Szekszárd ellen. Kovács Balázs már a 7. percben gólt szerzett, ezt azonban a játékvezető les miatt érvénytelenítette. Több más, a Grosics Akadémián vendégeskedő csapattal ellentétben a Dabasnak ellentámadásokra is futotta az erejéből, így Győri Zoltán lőtt mellé. A dabasiak rendre jól zártak saját kapujuk előtt, és ellentámadásaik sem voltak veszélytelenek. Az első félidő gól nélküli döntetlennel zárult, és sokáig hasonló volt a találkozó képlete a második játékrészben is. A Szeged egy 10 emberrel hatékonyan védekező Dabas ellen csak szenvedett, a vendégek kontrái pedig magukban hordozták a gól lehetőségét. A jég csak a 70. percben tört meg, amikor a fiatal Zabari Dávid okosan a kapuba helyezett. Az ellenfél nagyon betömörült a kapu elé, szinte 10 emberre védekeztek, hát aztán Zelének a remek passzát az sikerült értékesíteni, és így megtört a jég, hál' Istennek. 6 perccel később a szegedi térfélről induló Zele Nyánszki vezethette a dabasi kapu felé a labdát. Passza után Ács Kissé kisodródva adott középre, Markovics pedig a léc alá helyezett. Ha az első fél évben tud az ember egy ilyen gólt szerezni, akkor, vagy tud gólt szerezni, akkor az nagyban befolyásolhatja a mérkőzés végkimenetelét. Minket feldobhat, esetleg az ellenfél negatívként érzékelheti ezt a gólt, és ahogy telik, múlik az idő, ugye annál nehezebb ilyenkor kontrollálni. Erről beszéltünk a védőbe is, hogy csináljuk ezt így tovább, semmi gond nincsen. Ugyanúgy 0 volt a félidő, próbáljuk így tovább, ugyanezt a dinamikát fog az jönni, próbáljuk ráültetni az ellenfél az akaratunkat, próbáljuk még fárasztani őket, és egy higgadság, egy rutin, egy megoldás fog dönteni, és ez be is jött. A Szeged 2011 Grosics Akadémia a következő mérkőzését a középmezőnyhöz tartozó Dunaharaszti otthonában játsza.